Sziasztok, itt vagyunk Siófokon, méghozzá a Life egy fitness táborban, mellettem pedig a srácok, TRX és funkcionális edzők, ugyanis ezt a két óra típust is ki lehetett próbálni a táborban, úgyhogy arra kérlek titeket, hogy meséljetek erről, a funkcionális edzésre vagyok elsősorban kíváncsi, hogy hányan vettek részt, mit szóltak a vendégek, és egyáltalán mit kell tudni erről az edzésformáról. Sziasztok! Hála Istennek elég jól telt házakkal ment ez a funkcionális edzés, ami igazából egy picit megkülönbözteti az átlagos edzésformáktól, vagy az edzőtermet töltött időtől, hogy itt azért sokkal jobban aktivizáljuk a törzset, és itt a testet mindig minden esetben egészként kezeljük. Úgy próbálunk visszamenni alapvető mozgásokra, és úgy próbáljuk egy picit a stabilizáló mozgásokat, bármilyen oldalirányú mozgást, illetve olyan mozgásokat is bevenni, például a rotáló mozgásokat, amik általánosságban nem fordulnak elő mondjuk az edzőteremben. Illetve alapgyakorlatok során olyan funkciókra figyelünk még, amikre egyébként mondjuk gépek segítségénél nem is figyelsz, vagy akaratlagosan nem is tudná, hiszen támogatja mondjuk egy ülés azt, hogy te ne figyeljél arra, hogy van a tartásod. TRX óra is volt, ott hogy érezték magukat a résztvevők, megszadíztad őket? Muszáj volt megszedizni őket természetesen. Átlagosan szintén tehát házzal mentek az órák. Egy picit mesélj a TRX-ről úgy általánosságban, hogy ugye az eszközt így mindenki látta már, de hogy így mennyire erős óratípus, mit kell róla tudni, mit mozgat meg legfőképpen? TRX-ről azt kell tudni, a haditengerészet számára fejlesztették ki. Ez egy felfüggesztéses edzésmódszer. Lényegében egy kis zsák van, magával viheti az ember a komplett konditermet. A haditengerészeknek nem volt annyi helyük, hogy jól tudjanak edzni, vagy konditermet be tudjanak rendezni. Ezért fejlesztették ki ezt az eszközt, ami nagyon kis helyen elfér, és át lehet dolgoztatni vele az egész testet, tetőtől talpig, de tényleg. Amit tudni kell még, hogy férfiaknak, nőknek egyaránt ajánlott, korhatár nincs. Még a fiatalabbak is, akik még nem kezdhetnek el konditeremben edzeni, ők is használhatják, mert a saját testsúlyos edzés, viszont ezt kihangsúlyoznám, hogy a saját testsúlyjal dolgozunk. Minél durább a dőlésszög, annál nehezebb a gyakorlat, annál inkább a saját testünk nagyobb százalékával dolgozunk, viszont minél lazább a dőlésszög, annál kevesebbet. Tehát ez nem igaz, hogy mondjuk én odaállok a 96 kilommal, akkor én mind a 96 kilommal dolgozom egyszerre. Nyugtassatok meg engem, meg így mondjuk a többi nézőt, hogy azért a nulláról is így bele lehet vágni egy TRX-be, meg egy funkcionális edzésbe, vagy kell egy ilyen alapszintű edzettség? Bele lehet vágni mindenképp. Fontos figyelni az edző utasításaira, hogy melyik gyakorlatot, milyen dőlésszögre, hogyan hagyja végre először. Nagyon fontos az, hogy idézem kedves főnökömet, a Sifit, hogy adott óratípus, egy csoportos óratípusra, a csoportos óra eszközzel lehet felkészülni. Tehát a TRX-re is úgy lehet a legjobban felkészülni, hogy rendszeresen eljár valaki TRX-re, 5-6 alkalom után tudja elsajátítani igazán az eszköznek a használatát, és akkor tudja beállítani saját magának a dőlésszöget, a nehézségi szintet, úgyhogy... De ha valami nem menne, ti ott vagytok és segítetek. Köszönjük szépen!